A február 28-ai testületi ülésen jelentette be Fercsák Róbert polgármester, hogy a város lehetőséget kapott arra, hogy vagyonkezelésébe vegye a Veránka szigeten lévő üdülőt. A Bajától 10 kilométerre és Secsenát külterületén elhelyezkedő természetvédelmi övezetet csak vízi úton lehet megközelíteni. A sziget kiválóan alkalmas kirándulásra, pihenésre, de zárt körű rendezvények, csapatépítő tréningek, konferenciák ideális helyszíne is lehet. A közvetlenül a Dunaparton elhelyezkedő szálloda 1939-ben épült, kétszintes főépületében kétágyas szobákat alakítottak ki. Az üdülő területén található 4 üdülőházat 2004-ben adták át, valamint egy vendégház is várja a turistákat. A bajai társadalomnak, a bajai lakosságnak, itt természetesen az önkormányzatnak is már korábbi igénye volt, hogy mi ezt a kínálatba, a turisztikai kínálatunkban, de akár a különböző kultúrához tartozó területen is tudnánk jól hasznosítani, jobban hasznosítani, például művésztáboroknak a szervezésére, és hát ebből a meggondolásból igényeltük az államtól, és hát rákerült az aláírás. Az állam határozatlan időre adja vagyonkezelésbe az üdülőt és területét, a berendezési tárgyakon kívül pedig 2 úszómű, valamint 2 kisebb és 2 nagyobb méretű hajó is szerepel az ingóságok között. Dr. Vácit József, a pénzügyi bizottság elnöke felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy a híresztelésekkel ellentétben a városnak nem kell fizetnie az ingatlanért, amelynek nyilvántartási értéke közel 280 millió forint. Az előterjesztést valamennyi képviselő megszavazta, így az önkormányzat megköti a szerződést az állammal, a működtetést pedig a tervek szerint a Baja Marketing Kft. Feladata lesz.